Üdvözlök mindenkit, Nekroklim, vagyok, a jönek is Destiny 2, most, hogy nem olyan rég ingyenes volt a játék, egy páron írtatok rám Facebookon, hogy csináljak egy videót arról, hogy kezdők hogyan igazodjanak el a játékban, mit, merre, hány érdemes farmolni, úgyhogy oké, legyen, csináljunk, és általánosan fogok beszélni kezdőknek egészen a forszékön, DLC-ig, szóval ha megvan a forszéken, ha nincs meg a forszéken, uh, általánosan együtt a kettőről fogok beszélni, nem lesz olyan nagy különbség azok számára, akiknek nincs meg a forszéken, nem kell megijedni, egy-két dolog fog csak eltenni, de nem lesz olyan vészes, úgyhogy hát uh, vágjunk is bele. Nos, a Destiny 2 uh, nem egy olyan bonyolult, RPG elemekkel ellátott játék, szóval nem kell túl cicomázni uh, a dolgokat. Nos, ő itt az őrződ. Amit uh, tudnod kell róla, semmi extra Ha nyomsz egyet, akkor láthatod a power leveledet. A power level növekedés az elég sok mindentől függ a Destiny-ben. Függ attól, hogy éppen milyen ruha van rajtad, annak hányos a. Uh, szintje uh, függ attól, hogy az inventoridba mi van, és annak hányos a szintje, függ attól, hogy a többi karakteredben mi van, és azoknak hányos a szintje, de el lehet mondani azt, hogy a legnagyobb mértékben az befolyásolja, hogy éppen mi van nálad a felszerelésedben. Szóval uh, igaz ez így az összes fegyverre, amit magaddal hordozol, de ugye meg arra, amiben éppen fel vagy öltözve. Amit még tudnotok kell a. Uh, cuccokról, ami nálatok van. Szóval, ha rámentek egy fegyverre, akkor láthatjátok itt, hogy ez egy masterwork fegyver. Tehát 10, 10, szintre felhúzott Masterwork fegyver, mondjuk ezt úgy formoltam eleve, így kaptam. Na most masterwork lehet minden fegyvert, akár ezt is masterwork de mutatok inkább egy ilyen példát. Szóval masterwork lehet minden fegyvert, amennyiben kihúzod őket, 10 szintre, ahhoz, hogy 10 szintre, ahhoz enchantment kórokra van szükséged. Az inventory az enchantment kórokat megtalálod itt. Uh, na most legalább 20 enchantment kór kell ahhoz, hogy 10 szintre kihúz egy fegyvert. Enchantment kórok eshetnek random, nagyon ritka, legendary gírekből eshetnek, elég ritka, de hogyha szeretnétek farmolni enchantment kórokat, konkrétan enchantment kórokat, annak, akinek megvan a Forsaken DLC, hogyha elmegy a spider höz akkor felveheti naponta egyszer az enchantment kóros küldetéseket uh, Ghost Fragmentér. Uh, nos, térjünk vissza egy kicsit inventorira, Ghost Fragmentér föl lehet venni, uh, azokat az enchantment kórokat. Akármelyre jártok, egy nagyon fontos dolog, öm, még esetleg kapni fogtok, amiből enchantment kórok esnek ilyen küldetéseket. Ezeket a küldetéseket, ha megcsinálod, ö, akkor kaptok ilyen enchantment kor, és érdemes őket megcsinálni, mert most még nem, hogy kezdő vagy, de a későbbiekben nagy szükséged lesz az enchantment kórokra. Ö, és ezek a küldetések, ezek, hogyha szétszedtek bármilyen lútok, amit kaptok, random eshet belőlük. Úgyhogy azoknak, akiknek nincs forszéken, semmi pánik, mert ezen küldetések által szerezhettek enchantment kórokat. Azért értem rá ilyen gyorsan, mert előbb-utóbb aféle hasznos dolgokat kaptok belőle, mint például az armorotok ellenállóbb lesz a tűznek, és ellenállóbb lesz. Tehát mindegyik nem is fajtára uh, ellenállóbb lesz, csak én most éppen húzom magam 650-es szintre, de például ugye ezt a teljes szettet az Iron Banner nél farmoltam ki, és ezt a teljes szettet felhúztam konkrétan 600-as szint és enchantment kórokkal egészítettem a dolgokat. Enchantment kórok -ok, uh, igazából uh, arra is felhasználhatóak, hogy más fegyvereket beleolvasszunk uh, más fegyverekbe. A probléma az itt van, hogy ez egy elég drága szórakozás lesz, ezért nagyon-nagyon javaslom nektek, hogyha uh, szeretnétek felhúzni egy fegyvert, például itt a Go figure nekem, szeretném uh, felhúzni 600-as szintre, vagy 600-as fölötti szintre, nem fogom és beleáldozom mondjuk ezt a shotgun és kettő darab Enchantment kort, hanem fogom és addig várok vele, amíg egy újabb Go figure ki nem farmolok. Ha go figur-t go -rel, vagyis ugyanazon fegyvert ugyanazon fegyverrel fogom és összerakom, akkor csak Glimmerbe fog, vagyis csak kreditbe, vagy csak a pénzbe fog kerülni, hogy összeolvaszt. Tehát nem, nem fog belekerülni semmi extra nyersanyagba, csak konkrétan a Destiny 2 Glimmer nevezető pénzébe fog belekerülni. Ennyi. És így lehet olcsón megúszni, megúszni az összeolvasztást. Tartsátok kézbe, hogy nem mindig kell legyen, minden esetben kell 600-as, uh, bocsánat, max szintű legyen, mert most már 650 a max szint. Uh, nem mindig kell legyen az a max szint, tehát teljesen mindegy, ha vannak kisebb vagy nagyobb ruciaid, úgy váltogassd őket, nem minden pályára van szükséged az, hogy max szintes legyen. Tehát ha például, mit tudom én. Uh, el akarok menni egy rédre, akkor bőven felhasználhatom a 600-as szintű ruhámat is, mondjuk az újabb rédekről beszélünk, a Last wish mondjuk, mert oda bőven elég ez a power level, nem kell 650-esnek lennem például ahhoz, hogy sikert élményt tudjak ott elérni. Nos, ez lett volna, azt hiszem az alap dolgok, amiket érdemes tudni, tehát még egyszer mondom, ugyanazon-ugyanazon fegyverrel kihúzni érdemes, mert csak pénzbe kerül, uh, enchancement kórokat ezen küldetéseken keresztül tudtok farmolni, vagy a Spider-nél felveszitek a küldetéseket, enchancement kóros küldetéseket ghost fragmentekért, a ghost fragmenteket pedig magán a tangled soron lehet farmolni, az ott megtalálható küldetéseken keresztül. Uh, mit hagytam volna még ki igen uh, ennyi triumphs? a érdemes, pontosabban rátérve, Collections érdemes őket megnézni. Ha rámentek a Collections, Exotic, Ghost Shell, Vehicles, Flare, mindegyiknél teljesen mindegy, hogy hogy van. Amint láthatjátok, egyes fegyvereket, nem mindet, de egyes fegyvereket ki tudtok váltani. Ha véletlenül kitörölnéd, nincs pánik, bár nem minden fegyvert, megint csak mondom, amelyik fegyvert nem tudjátok kiváltani újra, azon fogja írni, mint ahogy írja itt a GoFigure nevű, random perks, this item cannot reacquire from collections, tehát ezt én nem tudom kiváltani uh, a kollekcióból újra, szóval ezért is tartottam meg egy nagyon jó PvP fegyver a GoFigure. De ugye itt van a többi fegyver, amit ki tudsz váltani. Tartsd észbe, hogy a fegyver, amit kiváltasz a kollekcióból 20 szinttel, mindig 20 szinttel kisebb lesz, mint az jelenlegi szintet. Szóval ezt érdemes észben tartani ugyanez igaz az exotikus fegyverekre is, tehát például Farmos Farmos és kiformos egy 200 -a kisebb szintű exotikus fegyvert, mert velem jártam úgy, hogy utólag farmoltam ki a Whisper of the Worm például, és hogyha kifarmoltam a Whisper of the Worm itt van, megkaptam 340-esen, igen 340-esen kaptam meg a Whisper of the Worm semmi gáz, szétszettem és újra kiváltottam, és helyből 580-as lett Szóval érdemes ezt fejben tartani mindenképpen. A triumfnál igazából semmi nagyon extra nincs. Ha valamiféle lord megcsinálsz, akkor kapsz ide föl extra pontokat, bla 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 bla, bla. Semmi extra. A kollekciónál viszont érdemes um, észben tartani, hogy mi van. Amint láthatjátok, mindegyik ghostot uh, Bright Dustért ki lehet váltani. Na most, ez lett volna az első fele a videónak. Remélem eljutottatok idáig, jöhet a videó második fele. Nos, el lehet mondani azt, hogy a Destiny-ben háromfajta értékesebb drop van. Legendary, Powerful, illetve Exotic Engram. Mindegyiket idővel észre fogod venni, melyik a különbség, de amikor droppolja, de ebből ezekből az exotikot a legkönnyebb észrevenni, mert a sárga. Ugye a Powerful, illetve a Legendary azok lilák, de azok között is van egy apró kis különbség. Na most, a Legendary Gear, amit dob a játék, az néhány szinttel kisebb általában, mint a jelenlegi szinted, ezért lehet azt mondani, hogy nyugodtan szétszedheted, mert hogy ö, ugye kapsz érte sárdokat, illetve eshet belőle Enchantment, Core, és a többi és a többi is, szóval azokat többnyire szét lehet szedni nyugodt szívvel. Na most, a következő, a Powerful Gear. A Powerful Gear, az random dobhatja a játék, de a legfontosabb az az, hogy hetente egyszer újraindul a Destiny 2-nek így a, a farmolási rendszere. Heti egyszer. Uh, hogy is mondjam, elmehetsz egy ilyen farmolós rampage-re, és az összes powerful gear-t kifarmolhatod magadnak. Ehhez mit kell tenned? Ugye strike kell menni, a multiplayer-rel kell játszani, egy adott bolygón mindig van egy ilyen powerful hét, hogy úgy mondjam. Tehát mondj, mit tudom, én idén a Marson volt egy powerful hét, uh, és akkor ott el kell menni, meg kell csinálni egy challenge-eket, részt kell venni az ottani uh, eventeken, és a végén Kapsz egy úgynevezett Powerful gear -t. Ez minden héten egyszer restartol ez az egész dolog, de azon kívül naponta is restartolnak kisebb feladatok, mint például Játsz egy darab sztrájkot, játsz egy darab vagy multiplayer-t, és ezekért cserébe kapsz Powerful Gear-t. A Powerful Gear az, ami mindig nagyobb szintű lesz, mint a jelenlegi szintet. Szóval, igazából neked arra kell hajtanod mindig. Ahol látod azt, hogy egy powerful gear a jutalom, akkor tulajdonképpen az kell neked, mert hogy az mindig nagyobb lesz, mint a jelenlegi szinted. Mielőtt belevágnál a hatalmas farmolásba, hogy megöröz, ó, oh, restartolt a hét, lehet venni farmolni, gondolkodj egy kicsit, le kell menj a towerbe. Le kell menni az utazóra konkrétan, és mindenkinél, aki ott van, Zavalától, Tess Everistől, a Klános Csajtól, a Gambitos Csávótól, Driftertől, mindenkitől minden challenge-et fe, vegyél fel mindenképp, vegyél fel mindenkitől mindenféle challenge-et, azért mert hogyha elkezdesz farmolni, ezeket a challenge-eket random meg fogod csinálni ha valamit nem csinálsz, meg nem pánik de ezekért a challenge-ekért cselébe ugye megkapod azoknak a karaktereknek, azokat az adott bónuszait, például a zavaránál a zavaránál ugye strike tokeneket kapsz, a strike tokeneket be tud váltani nála a fegyveré, armoré és a többi, amit majd-majd majd szét tud szedni vagy meg tudsz tartani, ha szét akkor kapsz potenciálisan enchantment kort, illetve vagy sárdokat a sárdokat mindenképp fogsz kapni, illetve fegyver részeket amit ugyancsak beválthatsz és, és ez egy ilyen körforgásban megy. Úgyhogy mielőtt elkezdenél egy powerful engrammért farmolni, mindenképp ugorjál le az utazóra, és mindenkitől vett föl ezeket a challenge-eket. Ezt ne felejtsétek el. Főleg, hogyha egy klánba vagytok benne, ha megcsináltuk a clan XP-t, ha egy klán megcsinálja például a klán XP-t, akkor legalább 3-4 powerful engramot is kiválthatsz azon az adott héten, csak azért, mert része vagy egy klánnak, és az a klán együtt megcsinálta a klán challenge arra az adott hétre. Nos, srácok, ez lett volna uh, a második fél, ahogy elindultak és farmultak. Tehát heti egyszer érdemes uh, mindenképp Destiny kettőzni. Amire felszeretném hívni a figyelmeteket, és ahol a Destiny 2-nek kezdődik a függősége és az, hogy nem akarod abba hagyni a játékot, az az időkorlát, amit a Destiny fölállít. Ennyi és ennyi időd van arra, hogy kifarmod ezt és ezt. Ennyi és időd van arra, hogy lejárjon ez a, ez a küldetés. Ne hagyjátok magatokat az idő fogságába hagyni, mert a játék nem enged. Uh, hogy is mondjam, legyen bennetek annyi erő, hogy abba tudjátok hagyni egy adott napra a játékot. Nagyon jól ki van találva a Destiny rendszere afelé, hogy függőséget okozzon és ne engedjétek a játéknak, hogy függőséget okozzon. Most mondom el itt nektek, hogy mindent meg tudtok szerezni a játékban, ameddig tart a DLC-tek. Vagy ameddig, amennyit fizettetek a játékban, semmiről nem tudtok le, mert Nincs olyan időkorlát, hogy ne tudnád megszerezni csak, az az időkorlát létezik, hogy felveszel egy küldetés, és annak van egy időkorlátja. De nem baj, hogyha nem tudod megcsinálni, jövő héten újra megpróbálod, vagy másnap újra megpróbálod. Lényegtelen az a lényeg, hogy ne okoz magadnak függőséget tulajdonképpen. Na most, ennyi lett volna. Talán, talán röviden elmagyaráztam tényleg a nagyon alapokat, Hogyha további videókat szeretnétek látni Destiny 2-ről, nem tudom, akármiről, a Dreaming Cityről, a Tangle Shore-ról, gambit Eventekről, mit hogyan kell csinálni, merre hely meddig, tehát általánosan a fegyverekről, illetve a perkekről, ha szeretnétek beszélni, melyik a jó, melyik a nem, mit érdemes megtartani, akkor szeretném, ha ezt a kommentekben leírnátok. Hogyha leírjátok, és kíváncsiak vagytok, akkor rendben van, csinálok videókat. Ha nem, akkor nem. Nos, srácok, remélem tudtam segíteni. Köszönöm a figyelmet. A Discord szerverünk videó leírásában, de a Destiny 2 magyar Discord szerver létezik, Discord közösség létezik. A videó leírásában azt is megtaláltok, ahol társakra és csoportokra találhattok, még annak ellenére, hogyha Miklánunkba csatlakoztok, akkor ugyanúgy ott is találhattok társakat és játékosokat. mindenki érdemes gyógynolni arra a szerverre, az egyik legnőbb talán magyar közösség, de ha Destiny-re kerül a sor. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!